Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mit röhögsz? Igen, kicsit színesre sikeredett a szett, Valencia mez, ugye? Spanyol autóhoz vár, csak ezt kell felvenni, még ha egy picit túl színes is. Cupra Formentor V5-ről fogunk beszélgetni, illetve magáról a Cupráról, ugyanis hogyha ez a logó kerül egy autóra, mondjuk a Seattal szemben, akkor globálisan nézve a Volkswagen koncern négyszer olyan profitot tud rátenni egy ilyenre, mint egy Seatra. 2023-ban azért ez nem egy kis dolog. Erre fogjuk ma megkeresni a választ, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Segítségemre pedig a Cupra törzs főnöke lesz, a Formentor VZ5. Tartsatok velünk! Főtámogatónk a Nelson Plotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Hazamész megbeszélni az asszonnyal, hogy kéne venni egy új autót. Ő azt mondja neked, hogy szeretne egy SUV-t. Tudod, van ez a Kia Sport is szívem, Nissan Qashqai, vagy valami crossover-t, Opel Mokka, meg a többi. Te felajánlod neki, hogy van egy olyan, hogy Cupra Formentor. 1.5 TSI, 150 lóerő, 190 lóerő, van a VZ, egy kicsit erősebb, de azt már nem kell mondani. Aláíratod otthon, megkapod az engedélyt, vétónak nyoma sincs, és elmész venni egy Formentort. És ha egy igazi vadállat vagy, akkor anélkül, hogy bármit tudna belőle az asszony, hazaállíthatsz egy 390 lóerős 5-hengeres vadállattal. Vannak persze külső elemek, amik eltérnek a standard Formentoroktól, mint például a 20-szolos fen, illetve a kicsit árulkodó 4 darab kipufogóit hátul, de onnantól, hogy megvetted a tiéd, azt már nem vetti el tőled senki, az asszony se, úgyhogy ezt tetszik benne, ahogy már mondtam. Nincs S-line, nincs R-line, az összes jól néz ki, és minimális eltérések vannak. A zászlós hajónál azért persze még itt van egy VZ5 is, ami egy spanyol szó jelentése, rövidítése, gyorsat jelent, illetve hogy 5 hengeres az autó. Egyébként pedig formavilág azonos ugye a többivel. Valójában ez az autó én vagyok. Ugye ez egy német koncern latin márkájának a magyar szívű járműve. Én egy német vezetéknevű, kreol latin bőrű, magyar szívvel ellátott kölök vagyok, úgyhogy meg is volt a vonzalom első látásra. Miért mondom, hogy magyar szív? Ebben az autóban az a 2.5-ös TFSI motor van, ami itt készül nem messze Győrben. Alapvetően ez egy Audi motor, ami az RS3-ban, RSQ3-ban és a TT RS-ben található. Újra visszacsatolás, hogy mekkora márkaépítés zajlik. Nem kapja meg a koncernen belül másik autó ezt a motort. A Golf R sem, mert az 4-hengeres. A Cupra Formentor meg 5. Érzitek azért, hogy itt elég komolyan hierarchiai változás is zajlik. Nem azt mondom, hogy a Golf-val szemben, inkább a Cupra előnyére. Emlékszem, amikor először hallottam ezt a törzshöz tartozás szöveget, nem is értettem, olyan fura volt. Erre most egy hónapja voltam Berlinben egy bemutatón. Következik néhány kép, hogy lássátok, hova fejlődött ez a márka a koncernen belül. Azért az a koncepcióautó nem lenne egy gyenge dolog, hogyha gyártásba kerülne. Beltér. Amit egyből észrevettem, hogy szoftveresen kijavították az Apple CarPlay telefontükrözést, nevezzük csak így. Nem fagyott le a rendszer, teljesen jól használható. Kormányon, hála Istennek, vannak fizikai gombok, amit én viszont nem értek, hogy külön dedikálva a telefon fel- és levételének nem sikerült gombot szentelni. Be lehet állítani itt az egyik oldalra, hogy le tudjam nyomni a telefont. Néha sikerül, néha nem. Picit olyan furán működik ez a része. Ez még nem a legfrissebb beépített rendszer. Itt még külön nincs megvilágítva a klíma, illetve a hangerő szabályozó nyomás érzékeny felület. Ezt tudjuk, hogy az ID 7, illetve már az újonnan bemutatott Cupra esetén már sikerült orvosolni. Letisztult, egyébként hangulatvilágítás, elég sok légbeömlő ugye a klímához, minden megvan. Nekem nagyon tetszenek ezek az ülések, lábadat elképesztő, hogy mennyire szorosan tartja. Egy kicsit termetesebb úriember beült ide mellém, hát nem igazán fértek el a kis combjai, de hát ez egy ilyen opció, ez egy ilyen autó, ezt el kell ugye fogadni. Ezt leszámítva teljesen rendben van minden. Hátul lábtér, ugye mutatjuk képen is, meglepően sok, ugye adott a Formentor, adott a 4,5 méteres hossza, ahogy azt már előbb pedzegettem, még családi autónak is elképzelhető lenne, főleg úgy, hogy tényleg olyan a futómű, érezhető, amikor állítod komfort, sport, illetve Cupra módok között, hogy adaptív a rendszer, komfortban kényelmesen használható, Cuprában meg aztán igazi vadállat felkeményedik, a kormányzás is, és lehet vele csapatni. Ha már a vezetési módokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell azt is említeni, hogy a komfort, sport, Cupra módok közé bekerült egy olyan opció,
hogy drift. A Vézi 5-ös Formentor kizárólag összkerékhajtással érhető el. Viszont meg tudja azt oldani a rendszer, hogy a hajtás 100%-át a hátsó tengelyre pakolja, és természetesen nem utcai körülmények között, írja is, hogy zárt pályán, driftelhetünk egy kuprával. Azért ez mennyire durva? Szépen elgurulunk komfortmódban, szépen csöndesen, óvatosan. Mondjuk ez tartott eddig, úgyhogy itt a kormányon is nagyon szeretjük a kuprát, át lehet állítani a vezetési módot. Ezzel együtt nyitja szépen hátul a kipufogó rendszert is, csak hogy hallják, hogy érkezünk. És akkor így... Motorhang! Ugye? Ritkán hallunk ilyet? Van elektronyos is, meg van négyhengeres is, azok is jók valamire, de nem erre. Itt be is lőném az autó, vagy hát a tesztautó az olyan 33 millió forint, nem olcsó, nem is drága, kinek mi ugye ezt. Most ne is pedzegessük, tudjátok, hogy az új autóárak azok hol járnak. Egy dolog biztos, hogyha valaki ilyet vesz, az egész nap röhögni fog és mosolyogni, mindezt úgy, hogy a városban lehet vele normálisan közlekedni, anélkül, hogy fájna a hátad. Sportülés tök jól fog, kényelmes, az egész autó nagyjából 1600 kg, ami megint csak ugye új autó tekintetben, vonatkozásban nem egy olyan túlzó tömeg, ez ugye az összkerékhajtásnak is köszönhető, meg a nagy motornak. A gyorsulása 0-ról 100-ra 4,2 másodpercet vesz igénybe. És hát... gyerekek... Kurva jó! Nagyon jó! És magyar motor van benne. Annyira vágytam rá. RS3 nem volt nálam, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam erre a győri öthengeres motor, hogy vajon mit is tudhat egy öthengeres. Nagyon szép a hangja. Kipufogó, nem annyira tolakodó, nem játszat túl, nem bazári. Ez egy komoly autó. Design, crossover, ugye, mert hát ez az, ami a leginkább kellendő forma, meg az SUV. Nagyon ott van az úton. Annyira jó benne a futómű. Felkeményíti, mint a mocsok. És eddig, tegnap nagyon is esett az eső. Nem tudtam bekapcsolt menetstabilizátorral se zavarba hozni az összkerékhajtását. Esőben sem. Persze, ha kikapcsolod, akkor aztán rád van bízva, én inkább megtiszteltem, ha már is szakadt az ég. Nagyon-nagyon fun ez az autó, és még egyszer, egyébként hétköznapi használatra is megfelelő lehet. Ez a 4,2 másodperc pedig, hát belegondoltok, 90-es években ez sportautó, szupersportautó adat volt. Most meg bemész egy Cupra kereskedésbe és rendelsz magadnak egyet. Ezer darabot gyártottak a Vézi 5-ös Formentorból, limitált széria. Na most akkora volt a sikere, hogy ez a 7000-es limitáció már úgy hallatszik, hogy hát ez már csak 2022-re vonatkozott, aztán idén még folytatják tovább. Tehát gyerekek, hogyha valamire van kereslet, akkor arra legyen kínálat is. És ezzel érkeznék meg ebbe a gondolatban, mivel kezdtem. Négyszeres profit hogy fér el egy Cuprán, amikor a Seat meg ennél lényegesen kevesebb. Egyrészt ugye megvan a márkaépítés. A Seat az most szépen lappang, vele nem kell foglalkozni. Van elég kommerszebb, általánosabb márka is. Skoda, Volkswagen, persze azoknak is vannak sportos verziói, de hogy oda már nem kellett még egy nagyon pusholt márka. A Cupra ki lett emelve a fiataloknak, a lázadóknak, azoknak az embereknek, egyébként erről készült egy tanulmány, ezt nagyon is büszkén mesélték a kuprások, hogy azt tapasztalják, az lett a felmérés eredménye, hogy a fiatalok nem akarnak olyan márkájú autóba ülni, amiben az apjuk vagy a nagyapjuk ült. Hát akkor itt a Cupra. Volt ilyen eddig? Nem. 2018. Tessék, fiam. Nagyjából ugyanannyiba kerül, jól néz ki, és mégis megvan ugye a generációváltásnál az érzés, hogy lázadtál egyet édesapád meg a família ellen. És működik, szeretik és keresik. És flottába is keresik, mert oké, hogy ez a legvadabb, legőrültebb, de van belőle egy-öt TSI, 150 lóerővel, 190 lóerővel.
minden megvan, és ugyanez a bódé van körülötted, jól érzed magad benne. Van benne zene, és a bemutatón, a berlini bemutatón is mondták, hogy igenis, nekik fontos a zene, a hangulatvilágítás, a pillanatnyi érzékeidre hat az autó, és megfog, és jól érzed magad benne. És a legfontosabb, nap végén kiszállsz belőle, és utána fordulsz. Pedig én nem vagyok egy ilyen suvos crossoveres, de megálltam, visszanéztem, mosolyogtam, kell lennél több? Ha nem. Ugye? Tudom, nagyon sok autó ezt ki tudja váltani, és majd biztos írni fogjátok, hogy E46, és igazatok van. Ez egy új autó, és ez egy Cupra, és ez is a jövő, hanem ez a jövő, ameddig ugye még lehet belső égési motorral szerelni. De ha meg nem lehet belső égésivel, nézzétek meg, hogy a koncernen belül mely márkák kapják meg első kézből az elektromos hajtást. Az elektromos hajtást, az elektrifikáció hol zajlik? Volkswagen, Cupra, és utána persze ott vannak a Skoda is, de erősen nyomják ezt a márkát. Ha megnézitek, és ezzel be is fejeztem ezt a gondolatot, a tévében mit hallok? Cupra. Rádió? Cupra. Interneten? Cupra. Nem ám, most bocsánat, vannak ugye ezek a különféle együttműködések, ahol hazai nagy sikerű előadók beleülnek különféle autókba. Működik, így úgy, amúgy ugye kinek ki a célközönsége odalő. Mit csinált a hazai Cupra? Leszerződött a Stadium XL, Stadium X, biztos hallottátok őket rádióban. Azt mondták, hogy gyerekek, akkor jöjjenek a DJ-k, jó, mert fiatalok vagyunk. Nekem ez tetszik, és bízom benne, hogy nektek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Remélem tetszett ez a videó. Bocsi a fura szettért, de ha már spanyol, akkor muszáj volt. Hamarosan érkezünk további izgalmas és különleges tartalmakkal. Kövessetek minket Facebookon, Instán, TikTokon és YouTube-on is. Kamera mögül Mateusz, kamera elől meg a latin, magyar szívű, német vezeték nevű hülye gyerek búcsúzik. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!